Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Kós, június. Június eleje. Fantasztikusan kezdődik, és ezt a Jupiternek és a Plutónak köszönhetjük. A Plutó a ti bolygótok. Biztos, hogy valamilyen ajándékot fogunk kapni, vagy valamilyen lehetőséget ezektől a bolygóktól, de erről van külön videó a csatornámon, érdemes megnézni, meghallgatni. Na nézzük a kártyákat. Király! Ó, milyen királyság várható! Boltok királya! És ez maga a kos! A legelső kártyánk, tehát viszi az egész kirakást. Nagyon erős hatása van. Tehát ez rögtön egy üzenet, hogy a kos céltudatos lesz, hogy a kos eléri a célokat, semmi és senki nem fogja tudni megállítani, tehát kvázi ő lesz a király. Fantasztikus. Fantasztikus kezdés, fantasztikus. Királyság, királyság, és megint tűzenergia, megint botok, a ti energiátok, és ez 8-as, nagyon szeretem ezt a kártyát, gyorsaságot jelent, a leggyorsabb kártya, felgyorsítja az eseményeket, gyorsan valami fog történni, gyorsan jön valamilyen lehetőség. Egyébként erre a kártyára azt szoktam mondani, hogy ő maga a postás. Mit hoz nekünk a postás? Levelet, valamilyen csomagot hozhat a postás. Tehát kaphatunk levelet, vagy lehet a kos fog valakinek csomagot küldeni, ez is benne van a pakliban. Utazás, költözés, a repülőút ehhez a kártyához tartozik. És ugye fölötte van maga a kos. Még ennél komolyabb is lehet. Nézzünk csak ebből valamit. Tehát olyan is lehet, hogy egy bizonyos ügy, ami régóta húzódik, valahogy megállt egy helyen, és valahogy sehogy se tudjuk áttörni azt a falat, az most váratlanul rendeződhet, váratlanul elindulhat valamilyen folyamatnál. Ezen a területen kvázi ki tudunk mászni abból az álló mocsárból. Ebből a kártyapakliból. Így van, ma kaptunk egy megerősítést, és megint tűzenergia, megint a ti energiátok, és ez hármas, botok hármas, ez a kártya azt üzeni nekünk, hogy bizony, hogy lesz előrehaladás. Tehát valamilyen fontos ügy itt végre valahára rendeződik, lesz valamilyen megoldás, valahogy felgyorsulnak a dolgok, és ez bármi lehet. Bármi. Lehet, hogy valaki egy hivatalos ügyet intézett, valamilyen hivatalos engedélyt várt, és valahogy sehogy se érkezett. Mert a kártyapakli alja itt ebben a... Hol van? Ez, ugye ezt használtam, plusz kártyapakli. Tehát itt van ez a végítélet, ez a karmikus kártya. Karmikus, tehát az egyik legerősebb kártya, tehát jön az üzenet, és végre megszületik az az ítélet. Karmikus kártya, és ráadásul az északi karmikus csomó egész évben a kósban van, ezt már többször mondtam. A karmikus csomóról is van videó, vannak videók. Nos, köszönjük szépen a plusz információ, kellett. Megyünk tovább, még négyes kelyhek, itt van. Kelyhek, érzelem, érzések, boldogság, itt van ez a kelyhely, ez úton van, itt van ez a megoldás, vagy egy új esély, vagy az a bizonyos megfelelő dolog, amire a szívünk, a lelkünk vágyik, mert ugye ez víz, energia, érzelmek, érzések, itt a szívnek, a léleknek nagy szerepe van. Tehát ez a három kehely azt üzeni nekünk, hogy szomorkodhatunk valamiért. Mert lehet, hogy tényleg nem tudunk valahogy valamit elintézni, valamit elérni, valahogy nem jött az az engedély, az az üzenet, az a levél. És itt van ez a negyedik kehely. Ez egy megerősítést, hogy jönni fog az, amit várunk, amire vágyunk.
a szívünk vágya, úgyhogy nem kell szomorkodni, fel a fejjel, de a kos ügyes, a kos tudom, hogy ügyes, nagyon szerettem ezt a tűzenergiát, na de megyünk tovább. Megyünk tovább. Aha, van itt még ugye ez az eleje, tehát kb. Június 10-éig itt dolgozunk. 8-án, 9-én és 10-én lesz ott egy kis, hát nem könnyű aspektus, én úgy szoktam mondani ezeket, nem könnyűek. Nap Szaturnusz kvadrát. Tehát itt meg kell fizetni a tartozást. A Szaturnusz, ő maga a szigor, a Szaturnusz, ő hát nem enged át addig a vizsgán, amíg meg nem tanultuk tisztességesen a leckét. Uh-huh. És a Szaturnusz szűkít mindent. Tehát ez a június 8-9-10, ezek ilyen kicsit nehézkes napok lehetnek. És a Szaturnusz maga a karma. A régi időkben is szokták mondani, hogy a karma kapuja. A pokol kapuja. A Szaturnusz, és ugye van egy karmikus kártyánk, tehát kvázi, meg kell ezt fizetni a tartozást. Na, megyünk tovább. Június közepe. Hát ott is van június 16-án Vénusz és a fekete hold. Megint csak egy kvadrát. A negatív energiák lesznek. Rágalmazás lehet. És június 16-17 ráadásul Vénusz-Neptunusz kvadrát. A Vénusz maga a pénz, a Vénusz maga a szerelem, a Neptunusz a köd, a homály, tehát itt lehet valami megtévesztés, csalás, túlköltekezés is lehet. Tehát vannak ilyen kis nehezebb napok júniusban, habár én nem szeretek a negatívumra összpontosítani, de most ez lehet, hogy valakinek egy fontos információ. Nos, az nagyon jó. Ez maga az erő. Az erő kell lesz leküzdeni például a nehézségeket. Kardok, ez maga az ész, a józanész, és ez a kártya segít nekünk, tehát ez az ász fog segíteni, például, ha a Neptunusz itt ezeken a napokon egy kicsit elhomályosít minket, akkor kell lesz ez a kártya, hogy kijózanodjunk, tehát kvázi ez a kártya kijózanít minket. Jön az információ, a logika, logikus gondolkodás, és az erő valamit vagy valakit legyőzni, igen. Megszüntetni azt a bizonyos konfliktust, megszabadulni egy tehertől, tehát ez a kard, ez segít nekünk. És nagyon jó például ász kezdés, valamit elkezdeni, valamibe belevágni, nagyon jó. Főleg kard maga a dokumentum, például a kard az ész, a tanulás, elkezdeni tanulni. Megyünk tovább. Királynő Kejhek. Ő van a dobozkán. Királynő. Rák, halak vagy skorpió lehet egy fontos szerepet fog játszani az életünkben egy ilyen hölgy. Egyébként ő maga a megértés. Tehát lehet egy olyan hölgy, aki orvos, vagy pszichológus, vagy ezotériával foglalkozik. Itt lehet látni egy mesebeli hercegnőt, a hattyúból lesz ez a csodálatos hercegnő. Lehet látni nálam is a kis karikán. Tehát ott van ez a hattyú hercegnő, kvázi az Aragónia, ugye? Uh-huh. És én is rák vagyok, és én is ezotériával foglalkozom, tehát lehet, hogy pont-pont én itt segítek. Tehát
valamit mondok, vagy valamire figyelmeztetek, ami segítség lesz. Milyen érdekes energiákat érzek én most itt. Nos, és megint kelyhek, és ez lovak, úton van valami kellemes, ez lehet ajándék, ez lehet üzenet, ez lehet szerelem is, mert a legszerelmesebb lovagot megkaptuk, de valamilyen kellemes dolog. Egyébként a lovagok, igen, hoznak nekünk híreket, de a lovagok utazást is mutatnak, és itt víz energiáról van szó, és nyár van, kicsi kikapcsolódás, egy kis szabadság, a vízpart dominál itt, a víz energia. Gyógyító, ráadásul mind a két kártya, gyógyító víz energia. Na, megyünk tovább, milyen érdekes itt. A fekete hold ráadásul június 29-én csillagjegyet fog váltani, tehát belép a mérlegbe. A mérleg viszont a kossal szemben van, tehát a kos nagyon meg fogja érezni ezt a fekete holdat. És itt a kosnál akkor a hetes ház fog dominálni, a partnerek, tehát én és a partnerek, ezek a kapcsolatok, lehet ott valamilyen nehézség. A fekete hold megnehezíti az életünket, meg tudja nehezíteni, de persze van pozitív oldala is. Van egy picike kis rövid videóm, még nagyon régen készítettem a fekete holdról, egy picike kis rövid. Június 14-én viszont a fehér hold csillagjegyet fog váltani, belép az ikrekbe. A fehér hold a védő angyalkánk. Nos, fontos események vannak itt júniusban, és június vége, június 20-a, hát a napforduló, persze a napforduló az év négy legszentebb napjának egyike. Itt kezdődik az asztrológiai nyár. Ez a nap az emberiség kapujának a napja, ezt szokták mondani. A napforduló június 20-án a napocska belép a rákba, és itt egy picikét olyanok leszünk, mint a rák, tehát itt dominálni fog a család, az otthon, az érzelmek, több kommunikáció a családdal. A szeretetet ki fogjuk mutatni. Az otthon felújítása nagyon jó, otthon átalakítása. Lehet, valaki lakást vesz, tehát egy picit olyanok leszünk, mint a rák. A négyes ház fog dominálni, az otthon, a család. Na de nézzük, nulla. Valamit elkezdeni a nulláról. Nagyon szeretem ezt a kártyát, mert ez a kártya maga a szabadság, hiszen az Uránusz dominál itt, az Uránusz viszont a szabadság, a forradalom. Itt kvázi megszabadulhatunk valamitől, vagy valakitől, egy tehertől. Tehát bármitől, ami korlátozott minket. Lehet, hogy azt éreztük, hogy be vagyunk zárva, mint egy börtönbe. Tehát itt van ez a lehetőség megszabadulni. És a nulla elkezdeni valamit a nulláról, valami újat elkezdeni, valamibe belevágni, amivel eddig nem foglalkoztunk. Egyébként a külföld kártyája is. És az ilyen szokatlan dolgok is azért ide tartoznak ez a kártyához, a szokatlan szakmák, az új technológiák. Lehet, hogy valaki új okostelefont fog venni magának, vagy ilyen új, ugye a virtuális világ is ide tartozik, mert ez levegőenergia. Valamilyen programot fog tanulni, valamilyen új, ami az internettel kapcsolatos, ami az informatika, és ez új lesz, bonyolult, hát most vannak ilyen bonyolult programok, és egyre több lesz. Én is most beleestem egy ilyenbe. Hát igen, ez tényleg nekem tiszta kína. De meg kell tanulni. Megyünk tovább. A napocska 19-es, a legszebb kártya, a legboldogságosabb kártya,
Tehát itt mindent nagyítani lehet tényleg. Ha pénzről beszélünk, akkor nagy pénz. Ha sikerről beszélünk, akkor nagy siker. Tehát nagy siker, nagy pénz, nagy boldogság. Nagyon-nagyon jó hírek. A gyermekek kártyája, egyébként mind a kettő a gyermekek kártyája. Tehát a gyermekáldás is itt van, ez egy plusz információ. A gyermekünknek a sikerét élvezhetjük, megtudhatjuk. Tehát a gyermekünk sikeres lehet. A gyermekünkkel lehet ez kapcsolatos, az unokánkkal lehet ez kapcsolatos. Utazás a tengerhez, a naphoz, a napsütéshez. A pihenés, a regenerálódás, a siker, a hírnév is ide tartozik. Megyünk tovább. 11-es, nagyon komoly kártya. És ez is karmikus kártya, a jogi ügyek, az igazság szolgáltatás, a jogi ügyek, a bíróság ügyek, az ilyen hivatalos dolgok ide tartoznak, és fölötte van a napocska, tehát ez siker. Milyen érdekes energiákat kaptunk itt. De pozitív energiákat kaptunk. Na, menjünk tovább. Nagyon rég nem dolgoztam ezzel a kártyapaklival. Nagyon rég. Akkor nézzük a plusz információt. Na, nézzük. Kettes és kardok. A kardok tényleg információ. Mielőtt valamibe belevágunk, kell több információt gyűjteni. Kell. Ne kapkodjuk el azt a bizonyos döntést. Kell az a plusz információ. Még valamit meg kell tudni. És nem hiába, ugye itt van ez a 8-as, botok 8-as, ez maga az információ, a hír, valami jön hozzánk, és itt van ez a karmikus kártya. Ez viszont nagy hír, fontos hír, tehát valami jön. Ne kapkodjuk el itt a dolgokat. Jönni fog az a megfelelő dolog. Érdemes megvárni, és csak utána meghozni a döntést, mert a kettes, az kvázi döntés. Na most nézzük csak meg még egyszer közelebbről ezt a kártyát. A hölgynek be van kötve a szeme, tehát ő így nem tud dönteni, mert nem látja a valóságot. A keze is össze van kötözve, tehát itt neki kell az a bizonyos segítség, plusz segítség, ahhoz, hogy tudjon dönteni, ahhoz, hogy tudjon helyes döntést hozni. Jó? Tehát le kell venni azt a kötést, lehet, hogy ehhez kell egy segítség. Tehát akkor forduljunk valakihez. Ez lehet egy családtag, ez lehet egy hivatalos személy, ahhoz, hogy világosan lássuk a helyzetet. Megyünk tovább. És milyen érdekes kártyapakli alja. A mágus. Ugyanaz a kártya, amit van nekünk a dobozkán. A mágus. Ugyanaz. A mágus üzeni nekünk, hogy én mindenre képes vagyok. Én el tudom érni a célokat, az álmokat. De a mágus maga a mágia, és utána megint egy kettes. Tehát itt jön az információ bőségesen. És milyen érdekes, hogy a mágus ezen a kártyán, itt kettő darab érme van. Kettő darab, általában egy érme szokott lenni. Itt van egy darab kart, kehelyből is csak egy darab van, botok is csak egy darab van, de érme, az viszont kettő, az egyik a mágus kezébe, és az egyik még plusz, tehát az angyalokkal jön, tehát a fenti erőkkel. Tehát valami mágikus módon varázslata megtörténhet. És itt van megint ez a kettes. Nem ugyanez a kettes, mert ugye ez kardok, de megint kettes döntés. És itt is ugye kettő érme van, mert kettes. És a mágus is kettes.
mágistát. Általában a mágus csak egy éremmel van, de itt valamiért kettő. Tehát plusz támogatás, plusz segítség, plusz valamilyen érték jön, plusz valamilyen pénz jön. Tehát valami jön. És ahogy mondtam, varázslattal is valami megtörténhet. Megoldódik egy probléma. Megyünk tovább. Van még egy kártyapaklim, amit megint csak rég használtam, de most nagyon-nagyon akartak jönni. Na nézzük. Élnek a kártyák. Él ez a kártyapakli a kezemben. Na, mit akar nekünk mondani? 8-as kardok. Kardok? A bezártság, a börtön, a korlátozás. Itt van. Hát ehhez viszont kell ez a kard, hogy megszabaduljunk. És milyen érdekes. Nézzük csak, mit mondtam erről a kártyáról, erről a kettesről, hogy a hölgynek be van kötve a szeme, és itt a 8-ason is. A hölgynek össze van kötözve a keze, itt meg látjuk, hogy itt a hölgy össze van kötözve. De a kettesen a hölgynek a lába szabad, tehát ő dönti el, hogy marad ebben a helyzetben, vagy elsétál, megoldja ezt a bizonyos dolgot, és itt is egyébként a 8-ason is szabad a lába. A kard viszont az ész, a döntésünk. Mi döntjük el, hogy maradunk egy ilyen korlátozott helyzetben, egy ilyen bezártságban, egy ilyen nyomasztó helyzetben, egyébként a depresszió is ide tartozik, a mentális állapotunk is ide tartozik, vagy azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, elég. 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 És itt segíthetnek például ez a királynő, mert lehet ő orvos, pszichológus például, felnyithatja a szemünket, segít megszabadulni ezektől a korlátoktól. Valaki, aki ezotériával foglalkozik. De ez a királynő maga a megérzésünk is, az intuíció is. Tehát van segítség egy ilyen szorult helyzetből van. És itt van ez a kard, ez tényleg az a kard, az az erő, ami segít nekünk valamit megoldani valamitől, vagy valakitől megszabadulni, kvázi elvágni magunkat, elvágni ezeket a korlátokat, ezeket a... Ami minket összeköt. Milyen érdekes, megyünk tovább, a fekete macskák mit mondanak? 20 percet terveztem, már 23 percnél tartok. Ez általában mindig így van. Még tudnék beszélni, és még valakik kiugrottak. Na nézzük, csak fantasztikus. 3-as kelyhek, ünnep. Lesz mit megünnepelni, nem hiába itt a napocska. Tehát a napocska, ez nagy ünnep, mert ez nagy siker. Tehát tényleg lesz mit megünnepelni. De az biztos, hogy ilyen kellemes dolog van itt. Valamilyen nagyon-nagyon kellemes dolog. Lehet, hogy ez egy időtöltés a barátokkal. Egy kávézóban például. Kellemes dolog. És van 6-os, kaptunk egy megerősítés, és ez ér még, hogy jön a segítség. Tehát nem vagyunk egyedül. Megyünk tovább. Hát azért én akartam még ezzel a kártyapaklival is dolgozni. Na nézzük. Nézzük, mi van itt. Az álom. Jöhet egy álom, és ugyanaz a kártya megint, ami a dobozkán van. Ez egy plusz információ, ez egy fontos jel. Ez lehet egy álom, figyeljünk oda. Vagy valamilyen megérzés. Nem hiába itt van az intuíció. Ez a királynő, ez maga az intuíció. Valamilyen jelt fogunk kapni a fenti
erőktől, az biztos, hogy valami lesz. Ebből is húzunk egyet. Ötös, nagyon jó, a főpap nagy árkánum, a fenti áldás. Tehát amíg fentről nem kapjuk meg az engedélyt, addig itt sem kapjuk meg. De van engedély, mert itt van ez a 20-as, a karmikus kártya, tehát itt ítélkeznek felettünk, és valamit engedélyeznek, valamit megkapunk. Lehet tényleg régóta várjuk ezt a fenti áldást, ezt az engedélyt. Itt van. Egyébként ez a kártyához hozzátartozik minden, ami templom például, a keresztelő, az esküvő, tehát az is ugye egy nagy ünnep. Ez a kártyához hozzátartozik a bölcsesség, lehet, hogy megtaláljuk a mentorunkat, vagy mi vállaljuk a felelősséget, és valakit mentorálni fogunk. És a nehéz napokra húzunk még egy kártyát, egy spirituális útmutatás, még egy. Ha egy picikét úgy lemerültünk, eltévedtünk, elbizonytalanodtunk, akkor mit mond nekünk az univerzum? Minél több erővel és meggyőződéssel hiszek, annál bátrabb és szabadabb vagyok. Teli találat. A bátorságot nekünk megmutatta ez a király. Nagyon bátor, és ő maga a kós, és a szabadságot nekünk megmutatta ez a kártya. A bolond, a szabadság, a megszabadulás, tehát megszabadulni valamitől vagy valakitől, például ezektől a korlátozásoktól. Tetszik nekem ez a kirakás, tetszenek itt nekem ezek az energiák. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!